Az utolsó gyertya jelöli keresztelő Szent János odaadását, aki hittel, reménnyel és örömmel hirdette a negyedik ígéret valóságát, Jézus eljövetelét, aki szeretet által jut el az emberek szívéhez. Ezt szimbolizálja advent negyedik gyertyája. Keszthelyen az ünnephez közeledve advent utolsó vasárnapján megindító szép gondolatokat mondott Mezei András plébános az ünnepi gyertyagyújtáson. Adventet ünneplünk, valakire várunk, hogy szent kegyelmével bűntől szabaduljunk. Bánattal, de igaz hittel várjuk segítséget, hogy tiszta lélekkel köszönthessünk téged. Ó, fényességes szép hajnal, így köszöntött az angyal, üdvözlégy teljes malasztal. Sietve közelek Isten ígérete, ezt hirdeti nekünk angyal jelenléte. Mária lesz Jézus, a nagyvilág, a nagy vendég anyja, tiszta lelkünk legyen Jézusunk lakása. A megváltozott világban, amikor családok nem tudnak összejönni, szükség van a hitre. Egy valakiben van megnyugvás és öröm ezekben a napokban, és ő nem más, mint akire várunk, az üdvözítő, a mi Úrunk Jézus Krisztus, hangzott el az ünnepváró gondolatokban. Jézus tehát örömet hoz nekünk. De mennyire tudunk örülni? Valahogy találjuk meg ebben a nehéz helyzetben is az örömforrásokat. Először is annak örüljünk, hogy van így online is kapcsolatunk. Tudunk otthon lélekben imádkozni. Tudunk örülni önmagunknak, egymásnak, felebarátainknak, környezetünknek, a városnak. És igen, hogyha nem tudunk örülni, akkor az Isten szeretete sohasem fog megszületni a mi szívünkben. Ilyenkor, amikor lecsendesedve lélekben felkészülve várjuk Jézus eljövetelét, készülünk a meghitt ünnepre, tanuljunk meg örülni. Gondoljunk szeretteinkre, és örüljünk annak, hogyha személyesen nem is, de online együtt ünnepelhetünk. Ne zúgolódjunk. Fogadjuk el alázattal és türelmesen ezt a jelenlegi helyzetet. És igen, hogyha megvan bennünk ez az alázat, akkor tudunk szeretni is. Legyen a szívünkbe béke, jóság, szelídség, engedelmesség és hálaadás. E rendkívüli időszakot is hálával kell megköszönjük, hogy mégis vagyunk. Gondoljunk azokra, akiknek nincs ilyen lehetőségük, és mégis tudnak örülni. Mezei András atya Vozár Péterné alpolgármester jelenlétében, aki elhozta a meghitt percekre a betlehemi lángot, gyújtotta meg a város adventi koszorújának a negyedik, a szeretet gyertyáját. A Keszthelyi Televízió advent utolsó vasárnapján is élőben és Facebook oldalunkon is közvetítette az eseményt.